Tisztelt konferencia, kedves hallgatóság! Nagyon örülök Zsuzsi előadásának, hiszen egy nagyon jobb bevezetőt, illetve egy átfogó helyzetjelentést adott ténylegesen a Pálos Kolostor kutatásokhoz, illetve azokkal kapcsolatos problémákról. Én remélem, hogy az előadásomban egy jó példát tudok önöknek nektek bemutatni hogy tulajdonképpen tartományfőnök atyára is visszacsatolva a gyártó és a fogyasztó közötti kapcsolatot hogyan lehet az idők folyamán fejleszteni, és remélhetőleg ebbe a közel egy évtizedes kutatási projektünkben egyre jobban is csinálni. És hát kapcsolódva még az előad, a konferencia tematikájához, ugye a múlt, jelen és jövő. Én itt elsősorban a projektünk múltjára, a jelenére, illetve a jövőjére úgy térnék ki, hogy azt a víziót, ahova szeretnénk eljutni, azzal szeretném majd zárni az előadásomat. Amikor készültem az előadásra, szembe jött velem pont egy, egy nagyon jó Vasalbert gondolat, Szerintem nem is írhatná le jobban ezt a, ezt a helyzetet, amiben ennek a projektnek a kapcsán én, mint régész részt veszek. Tehát az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendő között, és hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes. Nem véletlenül emeltem ki azt a szót, hogy pilléreibe. Ezt látni fogjuk, hogy miért is. A térképen az egykori Zalavár megye, a középkori Zalavár megye területe látható. Ugye a középkorban azért jóval több pálos kolostor tartozott a megyéhez, és nem utolsó sorban olyan kolostorok, amelyeknek a felmenő falai azért ma is még szépen fennmaradtak. A 2016-ban tulajdonképpen véletlenszerűen elinduló kutatás az évek során, egy-két évvel belül azért le kellett határolni, és hát tulajdonképp területi, tehát közigazgatási határokat szabtunk meg ennek a, a pálos kutatási projektnek. A mai Vármegye területére négy egykori középkori kolostor, pálos kolostor esik. A legkorábbi, ami az 1263-as Pál Veszprémű püspök felsorolásában is megjelenik, az az Eleki. Ezen kívül ugye Zalacsány, Örvényes hegyen az Örményesi, Kolostor, Óhídon az Enyerei, Kolostor és Váluson, az egykori Válus Miklósi Kolostor. És ugye az előadásom címének is azt adtam, hogy elfeledett kolostorok. Az elfeledett szót már a 70-es évek végén Guzsik Tamás is használta. Ugye, ahogy Zsuzsi is említette, ő volt az, aki, aki felkereste ezeket a kolostor helyeket, és hát nagyon szép eredménnyel azért rájuk is talált. Egy külön tanulmány is született a zalai kolostorokról, és ő is ezt az elfeledett szót használta. A, akkor, a 70-es évek végén ő egy kicsit újra felfedezte, viszont azóta megint eltelt több évtized, és hát ugye egészen 2016, Hatig kellett várni, hogy mi újra egy kicsit felfedezzük, illetve elindítsunk valamilyen folyamatot a, a megyében. Ahogy válogattam itt a, a képeket, a kezdetekről beraktam ezt a, a három diát. A, ezeken látszik, hogy tehát ennyi maradt meg. Tehát, hogyha kimegyünk, kimentünk 16-17-ben, ezekhez a kolostorhelyekhez, amit nagyjából Guzsik Tamás is a 70-es években észlelt, ezt látta. Tehát felmenő falaknak híre nyoma sincs. Ugye itt látható fent az enyerei kolostorhelyt, még a régi szőlős lugas terület rejtette, igazából mellette pedig egy nagyon szép természeti környezetben a Zalacsány Örvényes hegyen megbújó Örvényesi Kolostor, és alul a Keszthelyi Egység szívében lévő Vállusi Kolostor. És hát, mint említettem, Vállussal kezdődtek meg a munkálatok 2016-ban, amikor is tulajdonképpen egy helyi kezdeményezésre, a válusi polgármester keresett fel bennünket, hogy hát ők ott a településen bizony azért még emlékeznek arra, hogy ott az erdő mélyén, gyönyörű helyen romokat, romok rejtőznek, és nagyon szeretné, hogyha valamiféle kutatással indulna. És hogy őszinte legyek, én akkor nem gondoltam, hogy a következő, akár öt évben még ezzel fogok foglalkozni. Sokszor meg is kérdezik, hogy a, hogyha interjút adunk, hogy fogjuk ezeket folytatni? És erre én, mint régész, már csak annyit tudok válaszolni, hogy nem fogjuk tudni befejezni soha. Ezt egyszerűen csak abba hagyjuk egyszer. Tehát 2016-ban egy, hát egy maréknyi kis csapattal kezdtük el a feltárásokat. Váluson én magam sem voltam teljesen meggyőződve arról, hogy tényleg ott lesznek azok a falak, de olyan szerencsésen jelöltük ki a kutatóárkunkat, hogy a templom szentélyének a külső falát megtaláltuk, illetve már a kolostor kerengőjéből is egy falszakasz jelentkezett. Tulajdonképpen a, a szakmai ésség, vagy a tudásvágy, a kíváncsiság mellett, ami igazán ösztönöz bennünket, az, hogy aki már először részt vett, hónap, pár hónap elteltével már azzal keresett fel bennünket, hogy mikor folytatjuk, mikor megyünk ki újraásni, ugye lesz jövőre is. És ez így ment évről évre, és ehhez a közösséghez egyre többen csatlakoztak. Láthatjuk, hogy váluson már négy évadban sikerült feltárásokat vezetni. Emellett történtek geofizikai felmérések 2018-ban és 2020-ban, és a helyi közösségi közösségek mellett. A múzeumnak van egy fémkeresős önkéntesi csoportja is, akik ugyancsak bekapcsolódnak ezekbe a pálos kutatásokba, és nem csak fémmeket keresnek, hanem a kétközi munkájukkal is segítik a munkánkat. Antropológiai vizsgálatok, illetve a kőanyag részleges feldolgozása is már megtörtént váluson. Tehát itt ö, elsősorban a 2023-as évnek köszönhetően ö, a korábbi eredményekből, ö, korábbi feltárási eredményekből elég sok mindent sikerült ö, feldolgoznunk, és hát ezzel adósok is voltunk már. Ö, itt a négy évad ö, ásatási eredményeiből mutatok néhány fotót be. Ö, a templom, Szentélyének egy részét sikerült eddig feltárnunk, illetve a templomhajó, tehát a nyugati fal végződést is megtaláltuk már. Lent a bal alsó sarokban egy nagyon érdekes dolog került elő, egy vízelvezető rendszer, amely tulajdonképpen a kerengő, vagy a kolostor udvar sarkából, a templom szentélye elé vezette ki az esővizet, és ez nagyon szép állapotban megmaradt. Egyébként érdekes itt, hogy az erdős területen, az erdő talaj alatt volt, ahol már tényleg 5 cm mélységben is jelentkeztek, és viszonylag jó épségben megmaradt falszakaszok. Kolostor udvaron végeztünk ö, ö, szintén feltárásokat, több sírt feltártunk, ö, ö, illetve a déli Kolostor szárny, illetve a keleti Kolostor szárnyat is tudtuk már vizsgálni. És hát a négy évad ö, ásatási eredménye, illetve a talajradaros felméréseknek köszönhetően nem ö, a, Kézzelfoghatóan építettük fel a kolostort, hanem ezekre az eredményekre alapozva a Paziri KFT egy háromdimenziós rekonstrukciót tudott már elkészíteni az egykori kolostorról. Az örményesi kolostor feltárása szintén hasonló indítatással kezdődött meg. Itt két évadot ástunk, 2021-ben, illetve 2023-ban. Itt tulajdonképpen a, egy fesztivál keretében folynak a, a feltárások, egy fesztiválhoz tudunk kapcsolódni, szintén az őrvényeshegyi közösség aktív részvételével. A két évadban láthatják itt is a, a templom területén tudtunk feltárásokat végezni a déli, illetve a nyugati hajófalnak. Sajnos itt csak az alapozási helyét sikerült sok helyen feltárnunk, ugyanis ez egy régebb óta lakott rész az örvényes hegy, és a helyi építkezésekhez nagyon sokszor a, az alapozás aljáig kitermelték már az, a falakat, hogy felhasználják nyilván a házak építéséhez. A kisebb képeken is látszik, hogy hát tényleg egy maréknyi kis csapattal végezzük ezt, ezeket a feltárásokat, és zömmel, tényleg itt a helyi közösségből, egészen a gyermekek, gyermekektől, tehát a 9-10 évesektől az idősebb korosztályig bekapcsolódnak a feltárásokba. A további két kolostor esetén enyerén tudtuk még biztonsággal azonosítani, itt talajradaros felmérés mutatta meg ugye a mélyben rejtőző reméljük falakat, és nem falhelyeket. Itt az alsó képen a talajradaros eredménye szépen látszik, ugye itt a kirajzolódik a templom, illetve a hozzáépített kolostor négyszög is megmutatta magát. Az eleki kolostor azonosításával kapcsolatban sajnos még nem tudunk biztosat mondani, Zsuzsi is említette, hogy van több olyan kolostor, aminek sajnos a, a pontos helyét nem ismerjük. Nagyjából egy földrajzilag körbehatárolt területet azért már meg tudunk mondani. Két helyen, itt ez Kehida, Kehida barátsziget, illetve a kustányi romtemplomnál történtek már talajradaros felmérések, illetve fémkeresős kutatások, terebbejárások de ezek egyikesen mutatott ki meggyőző eredményt, hogy biztonságosan, biztosan meg tudjuk azt mondani, hogy ott lehetett az egykori kolostor. Természetesen itt ezen a területen még tovább fogjuk folytatni a kutatásokat, és csak hogy néhány tárgyat, a legszebbeket mégis megmutassam, számomra a legszebbek, majdnem mindegyik a tavalyi év során került elő. Ja, itt már megjelent gót betűs, nagyon szépen díszített kis aranylemezke, aranyozott korpusz, látható egy gyönyörű állapotban megmaradt ólombulla, az egyik oldalán Krisztus feje, a másik oldalán pedig az Agnus Dei ábrázolással, és hát itt a, a többi tárgy, az mint pedig a, a könyvkészítéshez, a kódexekhez kapcsolódik. Nagyon szép díszes szíj, ilyen csatok, szíj záródások láthatók, illetve van itt még könyvsarok veretnek a töredéke is. Természetesen ezeken kívül nagyon sok a mindennapi a gazdálkodási élethez kapcsolódó leletünk is van, amelyek nagy része Tavalyi évben restaurálásra került, illetve feldolgozásra. Ezeket az eredményeket egyébként majd a reményeim szerint a holnap bemutatandó tavalyi konferencia kötetünkben publikáltuk. És hogy hogyan is tudjuk ezt az egészet egy kicsit promotálni. Ugye társadalmi értékteremtés néven foglaltam én ezt össze. Nagyon fontosnak tartjuk kollégámmal, Havasi Bálintal együtt az, hogy ezek az ásatások ne csak arról szóljanak, hogy kimegyünk, ásunk, aztán az eredményeket pedig feldolgozzuk. Élővé szeretnénk tenni ezeket a feltárásokat, hogy a kezdetektől fogva egy kicsit közelebbről megismerjék az emberek magát, az, 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 hogy miért, milyen érzés, hogy mondjuk megtalál egy, akár csak egy pici kis kerámiát, amit korábban akár a, tehát a pálos szerzetesek használtak. A, olyan fotókat raktam be, amelyek azt mutatják, tehát egy ásatási nyílt napokat szoktunk tartani. Említettem, hogy Zalacsány Örvényes hegyen a fesztivál mellett ö, tartunk ö, vezetéseket a szinten, most már ugye évente ö, szabadtéri szentmisét követően, hogyha éppen folyik a feltárás, akkor kisétálnak oda a résztvevők, és egy kicsit így beletekintenek a, a mi munkánkba, azokba az értékekbe, amiket próbálunk ö, megmenteni. A múzeumpedagógiai foglalkozásokban vehetnek részt közben a gyerekek, de amikor nincs ásatás, olyan programokat szervezünk, hogy kilátogatunk ezekre az ásatási helyekre, és ezek tényleg évről évre egyre több embert vonzanak, egyre kíváncsiabbak az emberek. És ha egy kicsit a tudományos oldala említettem, itt ugye megjelent a tavalyi konferenciakötet, Ebben is nagyon fontos eredmények publikálása történt meg. A felső kis képen látható a az Alagerszegi Mincentineum pince szintjén sikerült egy olyan állandó kiállításba beépítenünk az örményesi feltárásból már egy ablaktöredéket, egy rekonstrukciót, ami a múzeumban látogatók számára bármikor megtekinthető. És hát most készülünk a Nemzeti Múzeum által elindított Pálos Rendtörténeti Kiállítás megnyitójára, illetve hát megépítésére még a jövő héten, aminek azért is örülünk, illetve azért tartjuk fontosnak, mert egy nagyon-nagyon szépen felépített kiállításban végre be tudjuk mutatni, be tudjuk illeszteni a Zalai eredményeket is, amit a helyi közösségeknek meg tudunk mutatni. Az, hogy helyben milyen programokat szerveznek, említettem ugye a szabadtéri szentmisét, amire az örvényes közösség ellátogat. Ugyancsak örvényes készült egy kültéri hát egy faragott kö, köveket bemutató kőtár. Ott felül pedig ez vállushoz kötődik, az egyik önkéntesünk, Seffer Miklós, 12. alkalommal, hogyha jól emlékszem, évről évre egy szilveszteri kirándulást szervez a Válusi Pálos Tehát ezzel azt akarom jelezni, hogy mennyire is fontos elsősorban a helyi közösségek számára, hogy a kezdetektől fogva bekapcsolódjanak már a feltárási ö, folyamatokba, folyamatosan részt vegyenek az ehhez kapcsolódó programokon, és ők maguk is ö, olyan programokat, vagy olyan késztetést érezzenek, hogy ezekhez a romokhoz, ezekhez a helyekhez nekik folyamatosan ki kell járniuk. Tehát, hogy ezek a továbbiakban is folyamatosan élő helyek maradjanak. És ugye eljutottam, hogy hát mi a jövő, a vízió, a közösségi érték megőrzés, amely tényleg ö, véleményünk szerint csak úgy működhet, hogyha szerveződik egy olyan közösség, aki ezzel, ezekkel a romokkal tovább fog foglalkozni, tehát megóvja őket, életben tartja, akár csak a, a arra gondolunk, hogyha füvet lenyírni, ezt csak így tudjuk elérni. És azt, hogy ezt milyen formában tudjuk megvalósítani, nekem az egyik nagyon kedven, kedves rekonstrukciós megoldásom, ez a felvidéki Debrődi templomnak a rekonstrukciója. Ez a ugye, növénytemplomként is emlegeti. Nagyon szépen illeszkedik a természetben, számomra egy ilyen megoldást jelent. A kis levendulákat pedig azért ö, raktam bele, mivel örvényes hegyen, mint említettem, szinte semmiféle vagy nagyon minimális falmaradvány maradt fenn, tehát amit még nem feltétlenül szükséges, akár csak térdig felhoznunk. Viszont ö, ö, felmerült ötletként. Hogy akár, hogyha a kutatásokat elvégezzük, akkor levendulákkal, vagy bármilyen gyógynövényjel a falak vonalát beültetni, és akkor mégiscsak megvan az emlékezésnek a helye. És ha már egy idézettel kezdtem, akkor egy idézettel zárnám Babics Mihálytól. Múlt nélkül nincs jövő, és mennél gazdagabban múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe. És köszönöm a figyelmet.